Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed. Egy játékot, egy bujánál átvitel, passz, átvitel, passz. Broken, I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need nagyon örülök neki, hogy lányaink ugye csodát tettek azzal, hogy másodikként kvalifikálták magukat az NB1-es bajnokságba. Ez nagyon fontos volt itt, hiszen 70-80%-ban saját nevelésű játékosokkal értük el ezt a sikert. Kihívás volt, igen, hogy csapatként hogy fogunk tudni funkcionálni, hogy fogunk összeérni. Nem voltak nagy céljaink, titkon azért beszéltünk az öltözőben, mert láttuk az utánpótlásunkat, láttuk az erősítéseket, hogy miért ne lehetne akár odaérni, de azért ez az elején még csak egy ilyen álom volt. Nagyon szeretnénk egy komoly felkészülést véghez vinni, remélem, hogy erre minden feltétel adott lesz, és akkor úgy gondolom, hogy nyugodtan belevághatunk az NB1-es szezonba, bár azért az őszi szezon az nekünk az ismerkedésről fog szólni, tehát komoly céljaink nem lesznek, szeretnénk fölvenni a ritmust mindenféleképpen, mert dinamikába, gyorsaságba nagyon sokat kell még fejlődnünk. Mindenkit kiemelhetnék egyenként, tehát mindenki hozzátette a magáét. Vannak itt U17-es válogatottjaink, akikre nagyon büszkék vagyunk, U19-es válogatott kerettag játékosaink vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a szezonnal is bizonyítottuk, hogy fölkerültünk azért ott a női labdarúgásnak a térképére. Első évünk volt ugye NB2-be, szerintem ahhoz képest nagyon jó eredményeket hoztunk. Ugye én csak októbertől tudtam játszani, mert akkor töltöttem be a 15-öt. Várom már, hogy egy Ferencváros ellen tudjunk játszani, hogy ide jöjjenek Szekszárdra, és remélem, hogy sok szurkoló ki is fog majd jönni hozzánk. Remélem, hogy fel tudjuk majd venni az NB1 ritmusát, és akár szoros eredményeket tudjunk velük játszani. Boldog vagyok, hogy már többször felhúzhattam a címeres mezt, és képviselhettem ugye Magyarországot ezzel. Ez a csapat nélkül nem is sikerülhetett volna, kellett nagyon az edzések, a csapat biztatása. Rengeteg sérültünk volt, és olyan sérülések, amik akár több mint fél éves kihagyások. És ez volt a legnagyobb nehézség, plusz ugye az, hogy ez már nem gyerekbajnokság, hanem ez felnőtt. És ehhez nagyon, de nagyon gyorsan fel kellett nőnie nagyon sok játékosnak, mivel talán 18-as átlag életkorunk van a csapatnak. Mi akarunk halni egymásért, tehát ez nagyon kellett ahhoz, hogy sikerüljön az NB1-es feljutás. Gyere, mehet, mehet, mehet. Úgy van, tartod, szép.